Miért fontos ez? Magyarországon ma 500 000 embert, 430 000 embert tartanak nyilván munkanélküliként, 1 millió embernek nincs munkája. Egy olyan országban élünk, ahol 1 millió embernek nincsen munkája. Ezért a következő kormánynak gondoltuk mi. Az a legfontosabb feladata, hogy megpróbáljon munkát adni az embereknek. Azt mutatják az ön által is idézett nemzetközi tapasztalatok, hogy tömeges méretekben munkát adni az embereknek a kis- és középvállalkozók tudnak. Ha ön elmegy, miniszterelnök úr, ma egy kis- és középvállalkozóhoz, és megkérdi tőle, hogy miért nem ad több embernek munkát, miért nem alkalmaz több embert, akkor azt a választ fogja kapni tőle, hogy azért, mert ma olyan adó és TB jogszabályok sújtják őt, amelyek ellenérdekelté teszi, hogy újabb embereket vegyen föl. Ez egy általános, szerintem reális vélekedés a magyar gazdaság művelőinek körében. Ezt a programpontot, hogy a TB járulékot egyébként 4 esztendő alatt 25%-kal kell, 4 esztendő alatt 50%-kal 25%-ra kell csökkenteni, ez első gondolatként egyébként nem is a Fidesz szakértőjének a fejében fogalmazódott meg, hanem a magyar vállalkozók fejében. A gazdasági érdekképviseletek mindezt mondják. Nem tudom, a miniszterelnök is biztosan olvasta a napokban a magyar adórendszer atyának, Kupa Mihálynak a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy 230 milliárd forint a TB kintlévőség az országban. Ennek az egyik oka az, amit ön is mondott. A fegyelmezetlenség és az állami akaratérvényesítés gyenge minősége. A második oka azonban az, hogy ilyen terheket nem is fognak befizetni. Ezért javasolja a magyar adórendszer egyik föltalálója, egybehangzóan egyébként a Fidesz programjával, hogy csökkenteni kell, érzékelhetően, ha úgy tetszik, hogy ön fogalmaz, radikálisan csökkenteni kell a TB járulék mértékét. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ki fog munkát adni az embereknek? Nem a néhány százezer vállalkozó miatt kell ezt megtennünk, bár hozzáteszem, ez is elég súlyos indok lenne önmagában. Hanem azért, mert csak rajtuk keresztül tudunk segíteni azokon, akik amiatt éreznek ma kétségbeesést, amiatt nem bíznak a jövőben, mert nem látják, hogy hogyan lesz munkájuk. Tehát ez egy munkahelyteremtésre irányuló javaslat. Most lehetséges-e ez, vagy nem? Most nincs meg azt a számítást, amit ön is itt mondott, ez a 21%. Lehet, hogy ez meglepi önt, mert tudom, hogy a számítást a Nemzeti Bank elnöke készítette, és átküldte az ön irodájának, amit a nyilvánosság előtt már be is vallott, de sajnos én hiába kértem ezt a számítást, nekünk nem adta oda. Én elküldöm. De tudja, ez egy kicsi ország, és az ember igyekszik, azért sok mindent megtudhat. Így például ezt a számítást is ismerem. Ennek a számításnak az a problémája, miniszterelnök úr, kérem, hogy a Nemzeti Bank munkatársai az 50%-os TB csökkentést egyetlen évre számolták. És a mi programunkat, ha megnézi, az egy 4 éves terv része. Tehát 4 év alatt szeretnénk. Elnézést, elnök úr, de itt az egész számítás sántít valahol. Először is nem igaz, amit a munkanélküliségről mondott. Valóban 1993-ban a munkanélkülek száma 750 000 körül volt. Ma 460 000 körül van. 460. 98 első 4 hónapjában 70 000 új munkahely jött létre. Számok, ön is számot mondott, én is számokat mondom. Na de micsoda különbség, miniszterelnök? Hát, óriás. Teljesen egy... Teljesen egyetértek, hogy óriási különbség a ön által mondott 1 millió és a 460 000 között. Teljesen egyetértek. Több mint 200 000 új munka jött létre egy kormányzás alatt. 200 000-nél több. És hozzá szeretném tenni. Mindig azt mondtuk, hogy a magyar gazdaság 3 pilléren nyugszik. A multik és nagy multicégek, nem véletlenül 40 a világ első 50 cége közül itt van Magyarországon, a második a hazai nagyvállalatok, és harmadik és kis- és középvállalkozók. Ön a kis- és középvállalkozókat említette. Elnök úr, a következő helyzet. Nagyjából ugyanaz a számok, sőt, ezen belül a kis- és középvállalkozókon belül a legkevesebbet foglalkoztató kisvállalkozók száma azért nő. És nő a családi vállalkozóknak a köre is. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezt tovább lehet és kell.